A saltimbocca egy klasszikus, hagyományos olasz fogás, ami eredetileg borjúhúsból és pármai sonkából készül. Ezt fogom most elkészíteni csirkemellből és fekete erdei sonkával. A körete pedig egy rukkolás parmezános krumplipüré lesz, és azzal kezdünk. A krumplit én már előre megfőztem, ez 1 kg burgonya, leszűröm, és utána haladunk ugyanúgy tovább, mint egy hagyományos krumplipürével. Hogyha megvagyunk az áttört krumplival, akkor innentől kezdve teljesen hagyományosan haladunk tovább, tehát vaj és tej az alapja, de azért utána jön még hozzá egymás, amitől különleges lesz. Az egyik alapanyag a rukkola lesz, ami tudom, hogy talán furcsának tűnik elsőre egy krumplipürébe, de ez ugye a krumplipürének magától a saját hőjétől gyönyörűen összeesik, és fantasztikus íze lesz. De először jönnek hozzá a hagyományos dolgok, mégpedig vaj, amiből én most ebben az esetben sós vajat fogok használni, amit egyébként lehet a Lidlben is nagyon gyakran kapni, és ami fantasztikus ízt ad szerintem a krumplipürének. Plusz tej is jöhet hozzá, ugye langyos tej. Tehát itt ilyenkor még teljesen hagyományosan haladunk. És akkor a hagyományos krumplipüré alaphoz jön egyrészt a rukkola, amit fognak látni, hogy rögtön összeesik a forróságtól. A másik különleges alapanyag, amitől még intenzívebb és még finomabb lesz a krumplipüré, az pedig a reszelt parmezán sajt vagy grana padano, amit kapnak, és ebből is jöhet hozzá. Ugye ez szintén beleolvad a krumplipürébe, és hát igazi ízbomba, tehát mind a parmezán, ugye a tej, vaj, a rukkola. A sóval ilyenkor azért óvatosan, mert ugye a parmezán azért önmagában már ad hozzá egyfajta sóságot, úgyhogy inkább utólag érdemes még sózni, hogyha kell. Igazi jó, vajas, teljes házi krumplipüré az egyik legfinomabb hétköznapi fogás, akár egy családi ebédre ezt elő lehet készíteni. Ezzel meg is vagyunk, és akkor haladhatunk tovább a hússal, ami ez a csirke saltimbocca, vagyis fekete erdei sonkával együtt sütött csirkemell. A csirke saltimbokkához értelemszerűen ugye csirke merre van szükségünk, ezzel fogunk dolgozni. Maga a csirke sütése igazából villámgyorsan történik, úgyhogy a köretet legyen az akár ez a parmezános rukkolás krumplipüré, akár mondjuk egy gyors zöld saláta érdemes elkészíteni, ugyanis ez tényleg pár perc alatt megsül. Főleg úgy, hogy a csirkét egészen vékonyra fogjuk szeletelni, ugyanúgy, ahogy ennek a fogásnak a klasszikus változatánál, ugye ez a borjú saltimbocca, ami ennek a hagyományos változata. A csirkét sózzuk, borsozzuk. Az egyik oldalát egészen vékonyan megkenjük egy kevés kész pesztóval, ami ugye alapvetően egy bazsalikomos, parmezános, fokhagymás krém. Igazi ízbomba, tehát ez az egész étel szerintem amennyire gyorsan elkészül, és amennyire egyszerű, annyira tel is tele van fantasztikus ízekkel. Szerintem ez az az étel, aminek bátran kezdők is nekiállhatnak, úgyhogy akár nem tudom, gyerekek, pasik, ez tényleg elronthatatlan. Úgyhogy megkenjük az egyik oldalát. És akkor erre jöhet ez a bizonyos fekete erdei sonka. Ugye ez egy eredetvédett termék, az eredetvédett termékek mindig azt jelölik, hogy egy bizonyos földrajzi helyen készítik, különleges, speciális eljárás szerint. Ezt a fekete erdei sonkát például fenyőforgácson füstölik, 3 hónapig érlelik, és igazi hagyományos családi recept alapján készül, fantasztikusan finom. És itt tulajdonképpen a pármai sonkát helyettesíti ezen a csirke mellen, ugye ez a klasszikus borjú saltimbocca az úgy készül, hogy egy egészen vékony szelet borjú, utána rá egy szelet pármai sonka. Ebben az esetben ugye ez egy fekete erdei sonka, amit szépen egy ilyen fogpiszkáló segítségével ráerősítünk, és a hagyományos saltimbokkánál még kerül rá egy szelet friss zsájalevél, de itt most ugye a pesztóval helyettesítjük ezt a zöld fűszert. Úgyhogy szépen akár nyugodtan ilyen kicsit harmonikaszerűen, nyilván ahogy éppen kijön a csirke szelet, úgy lehet vele dolgozni, és akkor a fogpiszkáló segítségével nagyon könnyen hozzá lehet rögzíteni. Hogyha előkészítettük a csirkéket, akkor következhet a sütése, mégpedig olaj és vaj keverékén fogom sütni a csirkéket, ugyanis a vajnak ugye az ízét szeretnénk, az olajnak viszont sokkal magasabb az égési hőfokat. Amikor a vaj egy picit elkezd felhabzani, akkor jöhet hozzá a csirke, mégpedig úgy, hogy a sonkás oldalával lefelé a serpenyőnek, tehát ezt sütjük először, ugye akkor rögtön a sonka magából is egy picikét már kienged az ízekből is, tehát az is majd a húsra még rákerül, és egy picikét meg is fog pirulni.
És ugye a csirkét egészen vékonyra szeleteltük, tehát igazából ez villámgyorsan elkészül, frissen kell sütni, tehát nem is szabad utána sokáig még állni hagyni. A csirkemell az ugye egyébként alapjáraton viszonylag semleges, de hát itt aztán erre nem lehet panasz, rendesen felturboztuk egy csomó ízzel, ugye itt van a füstölt sonka, benne van a pesto, köretnek ugye majd a parmezános vagy grana padános krumplipüré, tehát ez egy ilyen igazi ízbomba és fantasztikus. Szerintem ez a világ egyik legfinomabb csirkés étele, ráadásul az egyik leggyorsabban el is készülő, hál' Istennek. Úgyhogy ha ezzel megvagyunk, akkor már is jöhet a tálalás. Ezzel a krumplipürével szerintem fantasztikus, ráadásul az a tapasztalatom, hogy ez igazi családi kedvenc, és a gyerekek is imádják. A csirkét ugye tényleg frissen kell sütni, tehát ilyenkor a legfinomabb, ugye látják, hogy picit ilyen ropogósra sül rajta a sonka. Csupa-csupa ízbomba, villámgyorsan elkészül, szuper egyszerű, és mindenki imádni fogja, úgyhogy remélem, hogy el fogják készíteni. Jó étvágyat!